Tisztelettel köszöntöm a városvezetés nevében az itt megjelent kedves ünneplőket. 1956. október 23. alkalmából, ami ugyanúgy, mint az október 6-ai ünnepségünk, tiszteletadás, emlékezés és büszkélkedésünk egyik napja. Az emlékezés pénteken a hagyományoknak megfelelően a Városháza első emeleti folyosóján kezdődött, ahol dr. Perge Leza alpolgármester gondolatait követően az önkormányzat vezetői megkoszorúzták Szigeti Attila emléktábláját. Az emléket az 1956. október 30-án a Városházán megalakult Dunántúli Nemzeti Tanács 40 éves jubileumára állították. Ez pedig már a Szent István út 5 szám alatti Szigeti Attila dombormű. A Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén folytatódott a megemlékezés, ahol Szabó György a Szigeti Attila társaság elnöke emlékezett. A beszédet követően a megjelentek itt is elhelyezték az emlékezés koszorúit. A Golgota emlékműnél tartották a városi ünnepséget. Az 56-os eseményekre emlékezve dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere mondott ünnepi beszédet. Az ember és a nemzet természetes létállapota a szabadság. Ezt a szabadságot átmenetileg korlátozhatják ordas eszmék szolgálatába álló zsarnoki hatalmak, meggyalázhatják a nemzet múltját, átírhatják történelmét, polgáraiba belefolythatják a szót, börtönbe zárhatják őket, akár az életüket is elvehetik tőlük. De a történelmi példák mindig azt mutatják, a szabadságvágy utat tör magának. Elsodor minden hamis eszmét, s ha van hozzá nemzeti erő, akarat, összefogás, akkor akár áldozatok árán is, de a nemzet fönnmarad. Polgárai pedig visszaveszik a szabadságukat. Hozzátette, büszkék lehetünk a saját hőseinkre, akik meghatározó történelmi egyéniségei lettek a forradalomnak. Felidézte Szigeti Attila, Földes Gábor, Tihanyi Árpád, Török István alakját, a forradalomban betöltött történelmi jelentőségű szerepüket és az áldozatot, amelyet a nemzetért hoztak. A szónok emlékeztetett arra, hogy városunk jövőre lesz 750 éves. Városunk jövőre lesz 750 éves. Az ünnepségre való felkészülés során büszkén térképeztük fel Ausztriában és Németországban azokat a Rabe-krajcokat, Győr kereszteket, melyek a város geopolitikai jelentőségét hirdetik, és nekünk köszönik meg, hogy Európát megvédtük a töröktől, amikor 1598-ban visszavettük a várat. Győr tehát igenis meghatározó európai szereplője volt, és marad a világnak úgy, hogy identitását, nemzeti elkötelezettségét soha nem veszíti el. Megyénk munkástanácsa 1956-ban ezekkel a szavakkal fordult a magyar fiatalokhoz, kérve őket, hogy ne hagyják el hazájukat. Magyarok nélkül a magyar hazában nem képzelhető el magyar élet. És hozzátették még, a forradalomért nem csak meghalni, de élni is kell. Dr. Dézsi Csaba András felhívta a figyelmet Garamvölgyi Imre, a Győr Plusz heti lap főszerkesztőjének a labban megjelent Emberek voltak, értünk haltak című írására, amely Máté Máriának, Halász Ödönnek, Szabó Bélának, a forradalom győri áldozatainak és hőseinek állít emléket, és amelyet beszéde végén a polgármester fel is olvasott. Örökkön zúgnak a lombok, örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok, örökkön háborog a tenger, örökkön zúgnak a lombok, örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok, örökkön háborog a tenger,
örökkön zúgnak a lombok. Örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok. Az ünnepségen a Győri Nemzeti Színház művészei adtak műsort Örökkön háborog címmel, melyet Sík Frida rendezett. Az előadást követően a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékműnél. Az ünnepség után építési sisakot vett a polgármester. Dr. Dézsi Csaba András levéste az Arany János utca Baross út sarkán álló épület homlokzatáról a Lenin út táblát. A városvezető elmondta, a Baross út a győri belváros főutcája, amelyet a szocialista időkben Lenin útnak hívtak. Hozzátette, megdöbbentő, hogy 30 évvel a rendszerváltás után még megtalálható Lenin neve az utcában. A táblák jelképek is, ez a tábla pedig egy diktatúra mementója, ezért nem maradhat a helyén. Thank you.